Interjút adott Varga Judit Hajdú Péternek a Frisbee TV-n. A volt igazságügyi miniszter ex-férje fizikai és verbális bántalmazásairól vallott. Például arról, hogy Magyar Péter bezárta egy szobába, ahonnan egyik gyermeke szabadította ki. Vagy hogy Magyar öngyilkossággal fenyegetőzött, terhessége alatt pedig egy ajtónak lökte. Nem kívánom senkinek, hogy valaha ilyen helyzetbe kerüljön, hogy a házastársa róla titokban hangfelvételt készít. Ezt Varga Judit mondta a Frisbee TV műsorában Hajdú Péternek. A korábbi igazságügyi miniszter közölte, Magyar Péter nem politikai célzattal készítette a felvételt, hanem hogy őt zsarolhassa. És ezért mindig ezzel próbált sokban tartani, hogy ő majd kitálal az otthon történtekről. Az volt az első igazán nagy tördöfés a szívében, amikor megszületett az első gyermek, és Magyar verbálisan alázta meg. Hát én ott persze ott a szoptatás hormonjai között én ott teljesen összetörtem, és elkezdtem sírni, és utána jött a konyhába, és mondta, hogy sírjál, majd elmegy a tejed. Mint mondta, 2013-ban már egyszer majdnem elváltak, de aztán elmentek párterápiára. Arról is beszélt, hogy voltak jó pillanataik, de a házasságuk második évétől folyamatosak voltak a veszekedések. Több példát is felsorolt ezek közül. Indulni kellett volna, és bezárt, hogy akkor most nem megyünk sem, és akkor ilyenkor így leült így a fotelba, és annyira szörnyű ez, mert annyira szürreális, hogy miért viselkedik így az ember férje, már ott várnak ránk, menjünk, a gyerekek meg az ajtón kívül, és elkezdtem kiabálni, hogy gyerekek, szabadítsatok, és akkor a nagyfiam hozott egy másik kulcsot, akkor még csak 11 éves volt, és ő szabadított ki. Péter hazajött egy ilyen szórakozó helyről, és volt némi szóváltása velem, és én akkor inkább a szüleim közé feküdtem be, elnézést felnőtt emberként a vendégágyba. Emlékszem, hogy terhesen így nekilökött egyszerre az ajtónak. Már nem is tudom, hogy gyerekkel voltam éppen terhes. Azt mondta, fel van arra is készülve, hogy Magyar Péter ír majd a kapcsolatukról. Nem fogok meglepődni akkor, hogyha Péter, aki egyébként folyamatosan bizonyítékokat gyártott ezek szerint, esetleg amikor én meg elkezdtem üvöltözni, ideges voltam, és ötleg még majd pofon vágtam, erről ő majd elkezd írni. Varga és Magyar a válási folyamat idején is együtt éltek, így arról is beszámolt, mit élt át ez idő alatt. Eljátszotta, mintha öngyilkos lenne, kihívatta a mentőket, mert ugye többszörű felszólítása nem volt hajlandó felkelni, és mondtam, hogy Péter, ha most megjátszod, akkor most kell fel, mert elindítok egy protokolt, és nem tudom leállítani, hogy jönnek a mentők. És mentőt kellett hívni. És nem szólalt meg, és csendben maradt, és ott volt egy ilyen szanaxos levél, úgyhogy már csak egy darab volt benne. Fogtam, felhívtam a mentőket, és hogy letettem a telefont, felkelt, mint egy ilyen Netflix sorozatban, rám nézett üveges tekintettel, mondd le őket, nem vettem be semmit. Varga Judit arról is beszélt, hogy ex-férje mindig a szüleinek vagy a barátainak köszönhetően jutott állásokhoz, és hogy amikor attól félt, hogy ezek megszűnnek, elkezdte őt telefonon és SMS-ekben fenyegetni. Január 16-án hívották be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, és azt mondta, hogy na, behívtak, hogyha most az következik, amire számítok, és elveszik ezeket a... Ő állásnak hívta, szerintem ezek pozíciók inkább, mert nem kell bemenni reggel nyolcra dolgozni, akkor itt már biztos, hogy neki nincs hova hátrálnia. És akkor majd megemlegetem én is, meg a gyerekek is. A Fidesz egykori politikusa az interjú végén azt mondta, ő most egy boldog ember, és még azt is elárulta, hogy beiratkozott egy egyéves asztalos tanfolyamra, mert elege van abból, hogy nincs kézzelfogható eredménye annak, amit csinál.